Átadták a felújított külterületi mezőgazdasági utat Újfehértón. A 3,2 km hosszú szakasz a Hajdudorogi útból nyílik, és több vállalkozást is csak ezen keresztül lehet megközelíteni. Korábban körülbelül 30 percnyi volt az út autóval vagy mezőgazdasági járművel. A beruházásnak köszönhetően ez 8-10 percre csökkent. Ami rendkívül fontos, hogy 3 olyan mezőgazdasági üzem vállalkozás működik ennek az útnak a mentén, ami több 10 000 tonna terményt mozgat meg évente, hiszen bérszállítással foglalkoznak, állattartó telepek találhatók ott is. Ez az út az 50-es években készült, és azóta igazából jelentősebb felújítás nem volt rajta. A beruházás 117 millió forintba került, a vidékfejlesztési program ezt 85%-os intenzitással, mindegy 100 millió forinttal támogatta. Az út mellett működő vállalkozások összesen 15 millió forinttal, az önkormányzat pedig további 2 millió forinttal segítette a fejlesztést. Nem csak Újfehértó, hanem a térségben működő vállalkozások is aktívak a vidékfejlesztési pályázatokat illetően. Hektáronként ugye a földalapú támogatás az 70 000 forint körül van, meg hát egy évben környezetvédelmi támogatások jókora összeget tesznek ki, és hála Istennek a térségbeli gazdák élen járnak ezen támogatások kihasználását illetően. A pontos számokat nem tudom idézni, de a választókerületben több milliárd, 6-8 milliárdot is kitesz ezen támogatások, ezen külön támogatásoknak az összege. A vidékfejlesztési programban jelenleg a diverzifikációs pályázatok elbírálása van folyamatban, amelyek 100 millió forintos forrás jelenthetnek gazdánként.